Hivatalosan már áprilisban is zajlott Tolnán a már hagyományos városi teniszbajnokság. Az időjárás zordsága miatt viszont a nagyüzem csak nem régen indult be. A 15 fős kemény mag viszont március második felében, 20-án rendbe tette mindhárom pályát. 23-án már volt játék a pályán, azóta folyamatosan van játék lehetőség. Néha előfordul az, hogy az időjárás közbeszól, akkor sajnos nem tudunk játszani. Első, másod és harmadosztályban is szerveznek meccseket Tolnán, a nevezők száma és tudása ugyanis ezt indokolttá teszi. Bajnoki mérkőzés a legtöbb az első osztályban volt, de még ott is alacsony a játékok száma, de már másod és a harmadosztályban is voltak mérkőzések. És hát most, ahogy az idő javul, úgy egyre több mérkőzés lesz, mert általában összejön az, hogy heti 6-10 mérkőzést le tudunk játszani. Ezt általában úgy szoktuk csinálni, hogy ha vége a bajnokságnak, akkor egy közös torna vacsorával egybekötve. Ezen kívül évente olyan 3-4 alkalommal rendezünk napi versenyeket. 99%-ban ez páros verseny, mert egyéniben 20 ember eljön, akkor nem tudjuk lebonyolítani egy nap alatt. Két nap az meg egy kicsit hosszadalmas lenne, meg akkor nem lehet kaját főzni. Ez a másik fontos, hogy ha rendezünk valamit, akkor mindig megkérik, hogy főzzek egy babgulyást, mert állítólag nagyon finom. Tolnán a teniszéletnek évtizedes múltja van. Az évről évre visszatérő, vagy éppen néhány esztendőre, például építkezés miatt eltűnő játékosok ugyanúgy részt vesznek a bajnokságon, mint az újoncként belépők. Jó a csapat szellem, én azt mondom. Meg talán egy kicsit benne vagyok én is. Jók a pályák, jó, sokat kell rajtuk dolgozni, mert azért önmagától nem lesz jó a pálya. Meg szeretnek jönni, úgy érzem. Kikapcsolódás, van akinek a munka után jót tesz. Vannak nyugdíjasok is, akik azért jönnek, hogy mozogjanak. A legidősebb játékosunk 74 éves. Bizony, a tenisz kortól és nemtől függetlenül mindenkinek ajánlott. Van egy-két hölgy is, aki próbálgatja szárnyait. Őket én tanítgatom. Illetve még a Géringer Janó, aki oktat. Hát ő nagyon jó teniszező volt régen is. Én talán pedagógiai szempontból jobban állok hozzájuk, és azért szeretnek jönni. Fiatalabbak is, középkorúak is. Az idősek azok már nem kezdik el, de ha valaki jelent, nem igaz, mert tavaly kezdett egy 64 éves. Én nem tudhatom mind a 40 emberről, hogy ki mikor ér rá. Úgy oldottuk meg, most már évek óta azt csináljuk, hogy mindig kettő embernek össze kell beszélni arról, hogy mikor érnek rá, mikor tudnak együtt jönni, velem egyeztetnek időpontot, és ha minden stimmel, akkor jöhetnek játszani. Amint hosszabbodnak a napok, akkor van úgy, hogy egy pályán két meccs egymás után, általában fél négykor, meg 6 órakor kezdünk, és akkor belefér. Most még 5 óra kezdési időpont, mert 7 órakor már sajnos sötétedik. A bajnokság Tolnán szeptember 30-áig tart, addig még mi is beszámolunk majd a fejleményekről.